idei Szilveszter Rallyból arra lennék kíváncsi, hogy van-e valami ilyen extra taktika még, ami még várat erre a két gyorsra. Ha esetleg nincsen, akkor beszéljünk arról, hogy hogy érezted magad eddig. Nagyon jól éreztük magunkat, voltak kisebb gondjaink, de nagyon nem hátrázott minket ott a menetben. A nagy taktika már nincsen, az a baj, hogy már nincsen nálunk elég gumi, mert én azt hittem, hogy rosszabb idő lesz, és főként intermédia meg esőgumikat hoztunk, és csak 4 darab slicket, és annyira jó az asztalt, meg annyira jól tapadt, hogy már elkoptak itt a végére, szóval itt sajnos nem tudom, hogy fogjuk-e tudni tartani itt azt a, azt hiszem 7-ek vagyunk, vagy 8-ok most, hogy fogjuk-e tartani, mert elfogytak a gumik, de hát megpróbáljuk. Még ez a taktika, hogy megpróbálunk a lehető legjobban lejönni. De Szabó Gergő nagyon közel van hozzánk, aztán jó lenne még előtte végezni azért. Egy picit ugorjunk előre, mert ugye mindjárt 2012-t mutat a naptár. Van-e valami olyan dolog, amit már meg lehet esetleg osztani a ezerfejű Cézárral, a publikummal? Beszélj erről, hogyha van ilyen dolog. Hát ami biztos, hogy a kocsink marad, ami biztos, hogy mindent kicseréltünk, mert felújítottunk, tehát egy hasonló jó autóval, mint az idei évben fogunk jövőre is rajtozálni. Igazából ez ami biztos, a többi az nem. De ez elég jó. Hát akkor maradjunk annyiba, hogy egy ilyen bujékkal vágjunk neki, aztán majd találkozunk úgyis minél hamarabb, és akkor csak csupa jó hírekről beszélgessünk. És köszönöm, és mindenkinek boldog új évet. Köszönjük mi is.